Főni Szerté 2013-ban alakult. Voltak előzmények, és ugye szoktuk mondani, hogy előtte volt egy jó 10 év, amit már zenélgettünk, de akkor mi nagyon gyerekek voltunk. Abból a felállásból egyébként a dobos meg én vagyunk, akit csináljuk a mai napig. De a Főni Szerté pontosan 2013-ra, szóval 7 éves a zenekar. Felvidékiek vagyunk, Csallóközből pontosabban, és megjelent 3 lemezünk. 2013-ban az első, ez volt a Nincs ellenszer, 2015-ben a Piros Karikás részletek, és 2018-ban pedig a Mikkel több. Több mindenkinek voltunk a vendégzenekar, előzenekar, a turnéztunk többek között a Tankcsapdával, Alvin és a Mókosokkal, Kovaszkiékkal, Rót zenekarral, úgyhogy nagyon sok mindenkivel, és zenélgetünk. Féleség még nem úgy van, ahogy régen eltervezte, csak cipelet keresztelt, mondd mit rá. 2007-ben kilépett a gitárosunk, akivel az első 2 Főni Szerté lemezt készült, és aztán a helyére érkezett Győröb Marci. Úgyhogy Marcival nagyon gyorsan történt minden egyébként, és mai napig nevetünk rajta, mert gyorsan történnek a dolgok. 2017 év végén, decemberben hívtam föl, valamikor karácsony tájéken, karácsony után, és januárban már együtt próbáltunk, sőt, január végén már megvolt az első közös koncertünk vele, és aztán év végén pedig kijött az új lemez, úgyhogy egy éven belül rengeteg koncert, és közben dalírás, videoklipek, és azóta azt érezzük, hogy tényleg Marcival annyira így megindult az egész, hogy a zenekar eddigi legjobb felállása, én azt gondolom. Feri édesapja is, meg az én édesapám is egyébként zenéltek, és bár ők vendéglátóztak is, de mert mint vendéglátós műfajban is játszottak élőben, de mégis inkább a szívükhez a rock volt közben, és akkor ezen nőttünk fel igazából a P-mobil lemezeken, az Edda lemezeken, úgyhogy ezt hallottuk, és aztán igazából minket is így magával ragadott az egész, és így indult. Nagyon széles skálán mozgunk a rock műfaján belül, úgyhogy egészen volt egy ilyen tök jó meghatározás, ami tetszett annó, hogy a punknál rockosabb, a rocknál metálosabb, és a metalnál punkosabb a mi zenénk, úgyhogy ez ilyen tök jó körbe volt írva. Szerintem a mai napig ez igaz, mert az új lemezen is, és a Mikkel több lemezen, ami 2018-ban jelent meg, azon is vannak metálosabb dalok, de ugyanúgy van rajta, amit előbb is említettem, ilyen lazább, populárisabb tétel. Negyedik lemezünknek a második előfutára, a Nem maradt szótlen című dalunk. És ha már előbb említettem, ez kimondottan egy ilyen modern metal dal. Elég zúzósra sikeredett, és a szövege is azt gondolom, hogy ilyen odamondósabb. És a mondani valóját, ha egy mondatba kellene összesűrítenem, akkor én azt gondolom, hogy mindenkinek ki kell állni az igazáért. Szóval a saját magunk igazáért harcolni kell. És nem szabad elsőnyogni, hanem oda kell állni, amikor úgy érezzük, hogy igazunk van, akkor ki kell érte állni. Videoklipet szerettünk volna, úgyhogy videoklip volt tervbe, csak ugye jött ez a helyzet, és jött a vírus, és aztán azt gondoltuk, hogy ez a legegyszerűbb. Egyébként mi már a lemezfelvételeket decemberben, 2019. decemberében elkezdtük, és akkor 3 dalt rögzítettünk valójában, többet abba. Mikkel több lemeznél nagyon jól működött ez, hogy szétosztottuk 3-4-5 napos epokra a stúdió felvételt, és most is ugyanez a helyzet, úgyhogy decemberben kezdtük el, és akkor 3 dalt rögzítettünk. Elkezdtük a tavaszi turnét február 8-án, és még abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy kiutaztunk Londonba, volt egy londoni koncertünk február 16-án, az Alvin és a Mókosok vendégeként voltunk kint, úgyhogy ezt össze is kötöttük ilyen kirándulás, úgyhogy kellemes a hasznossal. Ember az élettel szemben gyenge játszódás,
alul marad mindig, ha túl nagy a csábítás. Törik a jég, reped az aszfalt, alattunk fejbillik a föld. Ha jön a tisztító tűz, a kérdés csak annyi, felettünk majd kidőn. Hey! Volt 5 koncertünk, aztán ugye jött ez a fránya vírus, és március 7-én léptünk fel utoljára Kiskunfélegyházán, és az utána lévő bulik, az, vagy azokat a bulik, amik utána jöttek volna, azokat sajnos vissza kellett mondani, vagy le kellett fújni. Azt hiszem, hogy 7 koncertünk lett volna május elejéig. Aztán pedig az volt a terv, hogy május elején stúdióba vonulunk, de ugye a vírus miatt nem tudtunk átlépni a határon, úgyhogy és ez miatt a stúdiót is csúsztattunk el. És aztán azt találtuk, hogy csináltunk egy ilyen kis karanténkoncertet például, azt a próbateremben rögzítettük, és innen is ölelés az Epic stúdiónak, akikkel közösen megcsináltuk ezt a videót, és levezünk majd nyára is egy újabb dalt a készülő lemezről, és reméljük azt, hogy a nyár folyamán be tudunk vonulni stúdióba, és rögzíteni a többi készülő dalt, és valamikor szeptember, október körül meg tud jelenni majd a lemez, októberben pedig indulna az őszi turné. Úgyhogy most így nagy vonalakban ezek a tervek, bízunk benne, hogy már a vírus így lassan tényleg elvonul, és lehet menni koncertezni, bulizni, mert szerintem mindenkinek már nagyon-nagyon hiányzik. Még sincs harag régben, de a szádból minden szó hazugság. Én máig a tükörben nézek, ugyanaz az ember néz vissza rám, és lehullnak a földre a láncok. A szélek ember, légy ember, ragyog a fény, te csak jelzd a látszat világot, de mi leszünk a változás.